Sziasztok, krumpliasszonyok, elérkeztünk egy következő videóhoz, és ebben a videóban, igen, láthattok, yeah, gondolom mindenki Nobel-díjat fog most adni nekem, yeah, yeah. Nem, tehát nem terveztem, hogy megcsinálom ezt a videót, ugyanis még egyrészt kisebb korosztályba tartozom, mármint nem a 7-6 évesek közé, hanem még ugye nem vagyok középiskolás, és hogy ez kicsit ciki, hogy most így általános iskoláson is csinálok egy ilyen fészkemos, úgymond, vagy hát igen, fészkemos, nem? Vagy ilyen, hogy láthatjátok az arcomat? Na, ezt így, hogy mondjam? Mindegy, hagyjuk. Ennek az oka, hogy ma fogok találkozni egy interneten keresztül megismert barátnőmmel, és ugye abban elkerülhetetlen az, hogy ne lássátok a pofámat, mivel azt fel akarom tenni YouTube-ra, szóval, hogyha persze sikeredik felvennem, mert az sem biztos, hogy sikeredik, viszont tudom, leszögezem előre, nem vagyok szép, szóval nem kell a komment szekciót elárasztani ezzel. És egyébként nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon köszönöm szépen az 1900 feliratkozót, ugyanis tegnap lett meg, és úristen, már azt hajtogattam, hogy az utolsó egy feliratkozónál azt hajtogattam, hogy nem lesz meg. Tuti, hogy nem lesz meg. Tuti, ahogy ismerem magamat, soha nem lesz meg az 1900. És meg lett, és ez hihetetlen, hogy már ennyien vagyunk itt a csatornán, és igen, tényleg hihetetlen. Csak most kicsit furcsa nekem, hogy kamerának beszélek, úgyhogy ez még, igen, nézzétek el nekem. De nem tudom, hogy észrevettétek-e, de meg vagyok fázva, úgyhogy arról meg nem tehetek. Úgyhogy, ja. A háttérrel meg nem beszólni. És illetve azért van ilyen sötét a szobámban, mert süt a nap nálunk, és egyszerűen rohadt nagy fény jön be, úgyhogy lehúztam a redőnyöket, mert elkerülhetetlen ez is, hogy pont amikor akarok fészkemos videót csinálni, akkor ez elkerülhetetlen. De hogy mégse legyen olyan unalmas ez a videó, úgy gondoltam, hogy akkor valahogy, hogyha nem döglök meg a lagba, mert így is 29 FPS-en van, azért, mert ugye közben veszi a pofámat ez a cucc, ezért úgy gondoltam, hogy ha sikeredik, akkor elkezdek edzeni, de a fejekért, amiket vágok a videóba, azokért nem beszólni, mert ez nálam átlagos, szóval igen, illetve, ja, kb. Ennyit akartam mondani. Tudom, hogy mennyire lesz laggos a környezet, de valószínűleg, ahogy ismerem a játékot, biztos, hogy meg fogok dögleni a lagba, szóval. Úgyhogy, yeah, minden rendben. Igen, így talán jobb lesz. Talán egy picit jobb lesz. És tudom, hogy most nagyon sokan le fogtok iratkozni, ahogy kinézek, mert hát ismerem a magyar közösséget, legalábbis a legtöbbsége az szokta csinálni, hogy úristen, ez hogy néz ki, ez nem érdemel meg egy feliratkozás gombot. Szóval, igen, ismerem a magyar közösséget. Mármint ez nem mindenkire igaz, de valakire igaz ez. És nem tudom most hirtelen, hogy hány a szintől van, azt hiszem 11-es felénél van, mert ugye itt van egy ilyen fekete négyzet a nevemnél, úgyhogy, ja, kb. Nem látok semmit, úgyhogy ez mindegy, hagyjuk. És az igen! Ez kemény volt! Jó, ezt nem kockáztatok inkább, mert valami borzalmasan laggolok, úgyhogy nem kockáztatok. Inkább hagyjuk ezt így. De jó Isten, hogy feldobott. Meg ma még megmutatok egy bugot is. Úgyhogy, ja. Ezt a pályát megcsinálom már, aztán utána nem tudom. Egyszerűen nincs kedvem most, szóval lehetséges, hogy azt fogom csinálni. Hogy megmutatom azt a bugot, aztán jó napot kívánok. Mert még nem tudom. Elgondolkozok rajta, hogy most ma tegyem fel még azt a találkozós videót, vagy holnap. Mert nem tudom, hogy lesz-e időm rá. Mert mire hazaérek, addigra már 6 vagy 7 vagy 8 óra. És nem biztos, hogy ma mikor elkerül. Főleg, hogy ebbe a videóban tisztára megutálhattatok, szóval gondolom én. Illetve, hogyha normális lenne a fény, akkor valószínűleg normálisan látszódna a hajam színe, meg minden, meg minden. Egyébként ezek annyira hülye problémák, amiket most így felhozok videóba, hogy ez már fáj. Na mindegy, hagyjuk. Úgyhogy, ja.
Na, akkor meg is mutatom azt a vágót, mert... ja, meg akarom mutatni nektek. Tegnap fedeztem fel Pocok Bettivel, hogy hogy néz ki, vagy hogyan kell ezt csinálni. Na, következő a cucc. Következő cucc. What the fuck? Na mindegy, hagyjuk. Egyébként, ha néha hallottam zajokat, akkor az a hörcsögöm szól arra, ne nagyon figyeljetek, mert ja. Na, annyit kell csinálni, hogy egy helybe állsz, most így, jelenleg, megnyomod azt a leszállás gombot ott lent, sarokban, megnyomod a Windows jelet, amit most nem tudok így megmutatni, mert ugye engem vesz, és nem akarom lehajtani a laptopot, úgyhogy ja. Megnyomjátok a leszállás közben a Windows jelet, utána, amikor visszaléptek, nyomjátok a V-t, és elindul a lovatok. És je! Yeah! És megyek a lovam után! Hát ez kicsit... Oh my god. És egyébként egy idő után leáll, vagy nekiütközik valaminek. Igen, nekiütközik valaminek, vagy nem! Jézusom! De, more, megállt. Mert... átbent a kerítésen. Hát jó, rendben. Az igen. Kerítésen keresztül nem is zavartassák magukat a játék. Vagy mi van? Ne is zavartassa magát a játék. Valami ilyesmi. De ha rétem vagy, akkor valószínű nem ütközik bele semmibe. Úgyhogy ja, de ezt kipróbálom. Várjatok. Erről is teszünk, hogy ne ütközzem bele semmibe. De egyébként, hogyha elmegy pintáredig, akkor se fog érdekelni, mert viszlát. Így, és menjél. Isten véled. Na jó, megyek utána, mert azért nem akarom. Hát mégiscsak én neveltem fel. Na, az igaz bággal, de... Na. Én neveltem fel, és most nem tudom, merre ment. Ott van. Ott van neki ütköz... Átment a kerítésen! Jaj, állj már meg! More, ha látjátok a lovamat, akkor állítsatok már meg. Jaj, hol van a lovam? Ott a lovam. És megáll, és megáll, és megáll. Hú. Na, azért pinterődig nem megy el, de azért jó sokáig tud menni. Azért azt hozzá kell tenni. És így volt egyébként, nem tudom, hogy az indexképben látszódott, de úgy csináltam meg az indexképet is, hogy közben ment a lovam, és én meg így mentem mellette gyaloglásba, csak ja, ilyenkor tök jó képeket lehetne egyébként csinálni. Na, mindegy. Majd lehet, hogy csinálok egyszer egy ilyen képet, amit már tegnap próbálkoztam, csak soha nem látszott, hogy ott van megy közbe, vagy valami, szóval azért nem csináltam meg. Na jó, van, tudom, hogy a mai videó kicsit rövid lett, de egyszerűen nem bírok tovább a kamerába nézni. Egyszerűen annyira furcsa nekem, gyerekek, hogy az már hihetetlen. Nem vlogger vagyok, hanem csak így simán veszem fel a videókat is. És igen, és ez fura minden esetre. Na mindegy, az indexképben nem fog látszódni, hogy ott van a pofám, mert azért kerüljük. Úristen. Ha nézitek ilyen videót, akkor azt jelezzétek kommentbe, hogy így mutatom magam, de szerintem jobb, hogyha simán veszem fel, mert még jobban beignék a kamerába. Már amennyit röhögök. Na mindegy, köszönöm, hogy eljutottál a videó végéig, és az se baj, hogyha kikapcsoltad a felénél, mert megértem, hogy nem akarod a hülye pofámat bámulni. Úgyhogy köszönöm, hogy velem voltatok, és találkozunk majd a következő videóban. Addig is, sziasztok, krumpliasszonyok!